A kapuban állt egy konyhakéssel. Azt mondta, leszúrja a rendőröket. A bűnözés egyre nő. Fejsze és bozótvágó van nála. Két házba próbál betörni. De ütött az óra. Minden egységnek! Jönnek a rohamjárőrök. Le a földre! Futásnak ered! Nyugat Yorkshire-i bűnözőket követünk nyomon. Le a földre! Valamint üldözőiket. Álljatok két felében! A fegyveres egység ráállt a célpontra. Lássam a kezét! A helikopter a magasból figyel. Futásnak ered! A bűn elleni háborút a frontvonalban vívják. Le a földre! Le a földre! Ők a rohamjárőrök. Újabb nap a paradicsomban. A mai részben. 3-0, tipek engedélyt kérek végrehajtásra. Menekülő egy mozgójárműből. Állítsák meg! Cserbenhagyásos gázolás Bradfordban. Egy fehér autó hajtott el az úton, és úgy füstölt, mint a fenn. És a törvény keze. Hadd lássam a kezét! Itt van! Rohamjárőrök. Kedd este van, és minden csendes, egy kivétellel. Járőreink Szeltér felé tartanak, egy lopott, hamis rendszámú Astrát követnek. Nem sikerül megállítani. Ez egy klónozott Astra. És hogy egy helyi kifejezéssel éljek, úgy megy, mint a karikacsapás. Jelenleg 110 km/h halad. Szeltér felé tart. Készüljetek! A jó hír az, hogy az autó egyenesen a járőr Kev Show felé tart. X Romeo 3-0. Sipliben vagyok. A klónozott jármű felé tartok. Kev egy kiváló ízlésű zsaru. Imádja a vörös bort, a húspástétomot és a sós ecetes chipseket, de nagyon utálja az autótolvajokat. Ezek szemetek. Vannak emberek, akik minden nap keményen dolgoznak azért, hogy legyenek szép dolgaik. És aztán jönnek ezek a szemétládák, akik csak úgy meglátnak valami szépet a felhajtón, és azt gondolják, ez kell nekünk. Kijelenthetjük, hogy Kev nagyon szeretné nyakon csípni őket. És már oda is értek. Megelőzött titeket a járő. A helyi zsarukat megelőzi a járő. Kev megpróbálja utolérni és leszorítani az autót az útról. 3-0, tipek engedélyt kérek végrehajtásra. De a sofőr ajtaja kinyílik előtte. A fickó kiugrik a kocsiból és hagyja, hogy egyenesen egy parkoló ferdehátúba csapódjon. Az Astra nyitott utasajtóval neki csapódik egy álló autónak. Menekülő utasait egy hajszál választja el attól, hogy balesetet szenvedjen. Kev azt tervezi, hogy a következő utcában lekapcsolja a gyanúsítottat. A futó férfi mellé húzódva leszorítja az útról, de a fickó a motorháztetőre pattan és már el is tűnik. Stop! Állítsátok meg! Kifelé is futás! Wharton Street, fehér férfi, Adidas edzőszedben, kék baseball sapkában. Kev elejtette a botját, és mire visszaszerezte, a fickó már eltűnt. Szóval hol vagy? Jonathan még mindig. Nem tudom milyen úton. De a gyanúsított felbukkan búvóhelyéről. Szálljon le rólam! Le a földre! Hadd lássam a kezét! Gyerünk! Nem ellenkezem! Lássam a kezét! Tessék, itt van! Gyerünk! Maradjon a földön! Maradjon ott! Nem érti? Maradjon ott! 3-0, megvan a sofőr! Gyere ide, kérlek! Gyere ide! Kev gyanítja, hogy ez az a sofőr. További egységeket kérek az exhibitionról. És ahogy a csapat megérkezik... Hé! Jól vagy?
Semmi gond, forduljon meg, haver! A hangulat már sokkal barátságosabb. Üljön fel! És amikor egy szolgálaton kívüli rendőr beugrik segíteni, az egy igazi zsaru találkozó. Rendben vagy, kell? Van még valami? Hé, haver, jól vagy? Még a sofőr sincs meg. Nem mond! Kev, még valami? Rendben, később találkozunk. Ne aggódj. A csevejnek vége. Most már felállhatok? Nem, maga ott marad. Vissza a gyanúsítotthoz. 2-3. Igen, igessék. 2-3-0. Tudunk valamit a járműről? Aki játsza a hülyét. Minek üldözték azt a kocsit? Milyen kocsit? Azt az autót. Nem én üldöztem, hanem a kollégám. Ön pedig nem állt meg. Aztán én üldöztem magát. És el is kapta? Le van tartóztatva rendőri intézkedés megtagadása és veszélyes vezetés gyanújával. A figyelmeztetés érvényben van. Kérdezzük meg a nézőket? Hívjuk fel egy barátját? Nem igazán. Nos, ugye tudja, hogy letartóztattak? Igen, tudom, hogy letartóztattak. Második szerencsés alkalom. Veszélyes vezetés, rendőri intézkedés megtagadása és lopott jármű. Nem álltam meg a rendőröknek, a kocsiban ültem, de nem álltam meg a rendőröknek, igen. Nem én vezettem, nem okoztam balesetet. Jól van. Elismeri, hogy a kocsiban volt, de azt állítja, hogy nem ő vezetett. Rendben, pattanjon be! Akárhogy is, mindjárt utas lesz a furgon hátsó ülésén, amíg Kev felméri a károkat. Remek, ez már totál káros. Tehát a telefonja és ő maga. Majdnem 42 éves vagyok, és ahogy Danny Glover mondta a halálos fegyverben, túl öreg vagyok már ehhez. De az öreg szemek még mindig működnek. Azt állítja, hogy ő az utas. Hát láttam, ahogy kiszállt a vezető oldalról, majd követtem ezen az úton, ahol megpróbáltam elévágni. Futásra kényszerített. Aztán elejtettem a gumibotomat. De szerencsére ő is kifogyott a szuszból. Egy parkolóautó mögé bújt és elkaptam. Szóval ez egy jó nap. Sikeres! Szerencsére Kevnek nem kell a szemére hagyatkoznia, hogy lássa, ki vezetett. A videóból majd kiderül, hogy a vezetőülésből szállt-e ki. Ezt csak azután tudom meg, ha feltöltötték a videót. A videó visszanézhető az állomáson. Bradfordnik, itt jövünk. Ó, basszus. Vagy talán mégsem. A kulcsokat keresi? Igen, így van. Rendben. Csak a kulcstartómat keresem, mert leesett a kulcsomról. Oké, haver. Az okos nyomozói munka kifizetődik. És nálam van a kulcsom, igen? Ha ezt nem találtam volna meg, zsemlőt kellett volna vennem a műszakhoz. Így megspóroltam egy kis pénzt. Bradfordnik? Már jövünk! Egy szürke autóból? Fogadok, hogy elfelejtetted megnyomni a felvételt, mi? Köszönöm. A rövid végjáték után itt az ideje a főműsornak. Ez egy akciófilm, amelynek főszereplője, aki a vezetőülésből jobbra lép ki a színpadra, rossz véget ér. Ő a sofőr. Örülök, hogy így van. Tehát volt valaki, aki kiszállt az anyós ülésről és a hátsó ülésről, de egyértelműen ő volt a sofőr. A mozgó autóból kiugró fickót járműlopás, jogosítvány és biztosítás nélküli vezetés miatt találták bűnösnek. További 19 hónapra eltiltották a járművezetéstől, és 15 hónapra elítélték. Nagy a forgalom. Leeds belvárosa felé tartanak. Két jármű ütközött össze. Az Egyesült Királyságban teret hódítottak a klónok. A gazemberek törvényes rendszámtáblákat másolnak át hasonló autókra, hogy kétes ügyeiket intézzék. Nem. Tavaly óta csaknem megduplázódtak a klónozott autókkal kapcsolatos balesetek az Egyesült Királyság útjai. Mentőt! Azonnal mentőt kérek. Nick Priestley az autópálya felé tart. A kétes sofőr az ő területükre téved. Nos, az autópályán a környékünkre érkező régi Volvo balesetet okozott. Ez egy 55-ös rendszámú Volvo. A részletek egyelőre elég homályosak. A járművet ellopták, de nincs nála üzemben tartói, és Észak-Keleten van biztosítva. Tehát jó esély van rá, hogy egy klónozott járműről van szó.
a clone vehicle this. A 23 év szolgálati idő után a veterán zsaru szeretné kipróbálni magát a maratonon és az Ironman kihíváson. De ma este ez csapatmunka lesz. Hány X5-ösünk van errefelé? Két társad jön mögötted. A Volvót egy típek manőverrel szeretnék elkapni. Még felkészíti a csapatát. Figyelj, Flitch, megerősítem, te mész előre a másik oldalra. James, te mész a szélén, én pedig hátul. Ben, te vagy a helyettesítő biztonsági őr. Igen, vettem, akkor 3-4 lesz. A Volvo közeledik. A két X5-ös átveszi a vezetést, és felhajt az úton. Az egyik felfelé megy. Épp most ment el mellettünk. A jármű már célkeresztben van. Ez az az autó ott? Igen, látom. Most már közeledünk hozzá. Itt az ideje a típeknek. A gyanúsítottnak nincs hová mennie, és nem ellenkezik. Megadja magát. Most már a járőrök kezében van. Csak álljon meg! A Volvo sofőrök az udvariasságukról híresek, de ez a sofőr nem éppen. Ravasz álca. Hamar kattan a bilincs. Kiszállna? Igen. És beszáll egy kolléga autójába. Ha nem hagyja abba. Így. Mi a neve, haver? Liam Jagger. Liam Jagger? Igen, az. Ez a maga autója, nem, Liam? Nem, az. Rendben, van jogosítványa, Liam? Nem, el vagyok tiltva. El van tiltva? Rendben, Liam, ne aggódjon, megoldjuk. Amíg Nick a klónozott járművel foglalkozik, Liamet a helyi őrsre viszik további kihallgatásra. Úgy tűnik, ő egy vezetéstől eltiltott sofőr, akit egy jó kis típek manővernek köszönhetően lekapcsoltak az útról. Taktikai szempontból nem mondanám, hogy tankönyvszerű lenne, mert soha semmi sem az. Azonban mi hoztuk meg a döntést, és azt hiszem, nagyon helyesen felismerte, hogy én nem megyek innen sehova, úgyhogy lehúzódott és véget vetettünk ennek. Nick megérkezik az őrsre, ahol Claire Gray és Dan Pennington átveszi a gyanúsítottat. 2020. augusztus 1-ig eltiltva. Igen, ezt akartam elmondani. És utána vizsgát kell tennie, szóval igen, egyelőre nem vezethet. Kiderül, hogy a srác nemrég szabadult a börtönből veszélyes vezetésért, miután az év elején nem állt meg. Nincs leszérés, készüljetek! Az üldözés 25 percig tartott 16 kilométeren keresztül. Vissza abba az irányba, ahonnan jött. A gyanúsított 3 kört tett meg egy lakóparkban 100 km/h sebességgel. Nincs letérés, készüljetek, és ez egy jobb. És csak akkor ért véget, amikor a rendőrség tüskét használt. 5-0, tüske bevetve. Megállították az autót, végül kirángatták a gyanúsítottat. Állj! 3-0, a gyanúsított kiszáll. 10 hónapot kapott ezért a mutatványért, de idő előtt kiengedték. Jelenleg lábbilincset visel, és kijárási tilalom van érvényben. Meddig él a kijárási tilalom? A múlt héten kezdődött. Akkor ez egy korai szabadulás volt a börtönből? Nem, és a kijárási nem, ez tilalom? Már megvolt. Azt már leültem. Ez azért van, mert nem mentem el a közmunkára. Megszegtem a parancsot, ennyi. A bilincs a jó viselkedés ösztönzésére szolgál, de úgy tűnik, hogy ennél a srácnál nem működik. Megváltoztatta a rendszámtáblákat az autón, vagy úgy kapta meg, hogy a rendszámtáblák rajta vannak? Megvettem az autót. Nem tudok semmit a rendszámtáblákról. Rendben, oké. Csak mert a rajta lévő rendszámtábla nem az autó valós azonosítója. Ez nem az én problémám. Miközben folytatják a gyanúsított kihallgatását, Nick megvizsgálja a hamisítást. Valójában eléggé lerobbant, de jól néz ki, és valószínűleg eszünkben sem jutna megállítani, ha nem lennének kamerák, amelyek felismerik. Ez egy klónozott autó. Valószínűleg rá sem néznénk többször. Ez az ön céges autója? A bűnözők egy autót használnak közösen, hogy illegális tevékenységet hajtsanak végre. Nagyon kevés a költség. Könnyen üzemeltethető és karbantartható, mert nagyjából ingyenes. Nincs biztosítás, nincs jogosítvány, mint a Kentucky kölyök. Eközben a klónozó kölyök, mint olyan sokan, úgy tűnik, szeparációs szorongást érez a telefonja miatt. Megkaphatom a mobilomat? Nem, most nem.
De ha nem vagyok letartóztatva, miért nem? Mert lehet, hogy mindjárt letartóztatjuk. Csak egy kis nyomozást végzünk. Amíg le nem tartóztatnak, természetesen használhatom a mobilomat. Hát most nem, nem. Hát még mert nem is vagyok letartóztatva. Úgy értem, nem megyek sehová. A mobilomat akarom. Érti, amit mondok? Maga a mobilján játszik, én is azon akarok. Nem a telefonomon játszom. Olyanok, mint egy tévéműsorban. Maguk mind kövér és kopasz szemetek. Úgy tűnik, a klónozókölyök nem rajong a járőrökért. De a vezetési képességeivel viszont szeret dicsekedni. Maga szerencsés ember. Akkor lett volna elbaszva az életet. Ó, hát tessék, pontosan ezért állítottuk meg. Szerencséje, hogy nem tettem meg. Nincs szerencse. Nincs benne szerencse. És szerencse, hogy nem voltam seggfej, de maguk seggfeje. Nem vagyunk seggfeje. De azok. Hát nem vagyok letartóztatva, minek bilincselnek meg, miért nem használhatom a mobilomat? Őrizetbe vettek? Miért? Itt ülök már egy ideje, a telefonomat akarom. Claire mindent megtesz, hogy észhez térítse a férfit. Nem lehet, mert őrizetbe. Nem vagyok letartóztatva, kérem a telefonom. Egy autóban. Ha nem vagyok letartóztatva, akkor a faszért nem kaphatom meg a mobilomat. Rendben, nos, próbáltam elmagyarázni magam. Próbáltam elmagyarázni, blá-blá-blá, a telefonomat akarom. Nem vagyok letartóztatva, akkor miért nem adja ide a mobilomat? A járőröknek nap mint nap ilyen szintű visszaélésekkel kell szembesülniük. De Claire számára ez csak hab a tortán. Többször elküldött a francba. Nem vette jó néven, hogy megkérdeztük az ügyről. Valószínűleg azért, mert tudja, hogy áthágta a törvényt és nem vezethetne. Még szerencse, hogy így állítottuk meg, mert nemrég tiltották el veszélyes vezetésért. Így nem hiszem, hogy kétszer is meggondolná, hogy megálljon-e a rendőröknek. Még egy idiótát lekapcsoltunk az útról. A klónozókölyök összepakolja a holmiát. Mekkora ez a csizma, mint Mary Poppins táskája? Ugye nincs benne egy lámpabúra? Ő és az autó is letért az útról, de Nick nem tudja, hogy meddig tart. Be kell vallanom, nagyon boldog vagyok, hogy eltűnik az útról. De ő lesz Bradford egyik legjobb sofőrje, aki soha nem fogja abba hagyni a vezetést. Soha nem lesz legális, amit csinál. És ő csak egy azok közül, akikkel nap mint nap találkozunk. A jogosítvány és biztosítás nélküli vezetésért, valamint a korábbi bűncselekményért összesen 10 hónapot tölt rács mögött. Továbbá 17 hónapra eltiltották a járművezetéstől. A televíziózás világa tele van híres bűnüldözői csapatokkal. Holmes és Watson, Mulder és Scully, és persze Nyugat-Yorkshire saját Spennere és Kevie, akik a városközpont északkeleti részén történt incidensre reagálnak. A lakó arról számolt be, hogy látott egy autót egy parkolóautónak ütközni, majd hallott pár embert veszekedni, valaki pedig azt mondta, hogy gyerünk, menjünk, vagy valami ilyesmi. Így péntek este ez arra utal, hogy valaki ittasan fog vezetni. Ez csak nagyon kevés információ. Próbáltunk olyan gyorsan odaérni, ahogy csak tudtunk. Hát, ha megtudjuk. Amikor Spanner nem dolgozik, akkor krimiket néz, hogy kikapcsolódjon. Kedvenc filmje a Védelmező. A legjobb kitalált nyomozója pedig Tosh Lines a Billből. És neki is meg kell oldania a saját rejtélyét ma este. Az összetört Toyota ügyét. Bejelentés érkezett egy törött autóról. A ferdehátúnak neki ment egy másik autó, de a gyanúsított elmenekült. Ez kinek az autója lehet? Oh, ez az enyém. A magáé? Most okay. Ébredtem fel. Ezen az oldalon. Az elmúlt 4 évben 45%-kal nőttek azok az esetek, amikor a járművezetők elhagyták az ütközés helyszínét. Ennek a balesetnek azonban van egy szemtanúja. Az autó tulajdonos szomszédja, aki hívta a zsarukat. Milyen autó volt, ami elhajtott? Fehér autó volt. Elhajtott az úton, és úgy füstölt, mint az állat. De több kell egy kis füstnél, hogy elrejtőzzön ezelől a járőrcsapat elől. Azt hiszem, a legfontosabb, amit tehetünk, hogy megpróbáljuk, hát ha megtaláljuk a másik autót. Nem hiszem, hogy nehéz lesz megtalálni egy autót, ami totálisan összetört. Ha ekkora kárt okozott a hátsó részben, akkor... És a gyanúsított hátrahagyott egy fontos nyomot. Azt hiszem, ez is leesett az autó elejéről. Tényleg? Nem. Nem az autóról van szó. Ez az autójuk egy darabja. Spanner nyomozó, az autók szakértője közelebbről is megvizsgálja a nyomokat. Ez egy Volkswagen.
Bum! Egy nagy horpadású fehér Volkswagent üldöznek. Nos, meglátjuk, hogy meg tudjuk-e találni a kocsit, rendben? Egy lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy igazságot szolgáltassanak a Toyota ártatlan tulajdonosának. Szegény srác. Tudom. Igen, sajnálom azt a fickót, Isten áldja. Csak tette a dolgát, a háza előtt parkolt, törvénytisztelő állampolgár, és erre valaki csak úgy belehajt a kocsi a hátuljába, és nyilvánvalóan nem először teszi ezt. Spanner érzi, hogy a gyanúsított autó a közelben lesz. Sérült, úgyhogy nem hiszem, hogy túl messze lesz. A legjobb, amit tehetünk, hogy körülnézünk a környéken. Nem hiszem, hogy olyan messzire ment volna. És megjelenik előttük egy fehér Volkswagen. Ennyi. Szemét. Ez az, igen. Lehet, hogy nem ez az az autó, amit keresnek. X-Romeo 5-1. Akkor viszont ez egy elég jó nyom. Kék festék egy szétroncsolt fehér autón. 5-1. Megtaláltuk az érintett járművet. De az ügy még korán sem zárult le. Lehet, hogy soha nem tudjuk meg, ki vezette a kocsit, de van egy módszer és eszköz, van egy folyamat, amit követhetünk, hogy a lehető legtöbbet tegyük. És legalább segítsünk ennek a szegény srácnak. Lefogadom, hogy részegen vezette, neki ment, megijedt, ezért tovább hajtott, hogy megpróbálja elkerülni a következményeket. Spanner főgyanúsítottja a bejegyzett tulajdonos. Nincs nyoma hollétéről, ezért visszamegy a tetthelyre, hogy közölje a hírt az autóról. A kocsi ott van lent, gazdátlan. Értem. Még nem tudom pontosan, de megadok minden adatot, amire a biztosítónak szüksége igen, lesz rendben. Az ilyen biztosítási kárigények kellemetlenséget okoznak. Az áldozat azonban filozófikus. Erre indulok tovább, de én csak örülök, hogy nem ütöttek el senkit, aki nem vette észre az autót. Jobb, ha inkább csak ennyi történik, nem igaz? Azért nem kerül semmibe, mert, mint mondtam, ez az autó teljesen biztosítva van. Minden szükséges adat megvan. Ó, ez fantasztikus, köszönöm. Tehát ez egy hatalmas bónusz az ön számára. És van még egy lehetséges bónusz az ügyben. A szomszédok rájöttek, hogy a balesetet rögzítette a térfigyelő kamera. A szomszédom az út túloldalán azt mondta, hogy egy lány vezetett. Ez egy nagyon súlyos baleset, és úgy tűnik, hogy a megfelelő autót találták meg. Felment. De lehetetlen azonosítani a sofőrt. Kevés Spanner megkapja a főgyanúsított bejelentett címét. És mivel a biztosítási ügyet már elintézték, elindulnak, hogy meglátogassák. Viszlát! Most fogjuk neki átadni a papírokat, ami azt jelenti, hogy mivel az autó az ő nevén van, az ő felelőssége, hogy megmondja, ki vezette. Ha ezt nem teszi meg, akkor büntető eljárást indítunk ellene az adatok megadásának elmulasztása miatt. Szóval kopogtatni fogunk az ajtón, és ha nincs otthon, akkor kézbesítjük a papírokat. Együtt érzel vele, ugye? Szóval jó lenne, ha a fickónak valamiféle igazságot szolgáltatnánk. Mi történt? Valaki van otthon. Ki az? Rendőrség! A gyanúsított sofőr lesz az? Mit tettem? Ann Hathaway bent van, igen? Nem itt lakik, kedvesem. Mi történt? Én vagyok az autóját is elsétált. Most viccel? Nem. Ezt csak azért mondom önnek, mert az autó erre a címre van bejegyezve. Igen, igen. Ezt most odaadom. Azért, hogy a lánya minél hamarabb jelentkezzen. Rendben. Sajnos nem tudták bizonyítani, hogy ő vezette az autót, így a bíróságon ejtették az ügyet. Szerencsére az áldozat biztosítója fizetett, és lett egy új autójuk. Az ittas vezetők továbbra is rengeteg kárt okoznak Nyugat-Yorkshire utcáin. Ahogyan az várható volt, ezt elbukta. És hogy kik a legrosszabbak? Gyerünk, gyerünk! Ó, Jézusom, fia, mennyire van kész? A 30 év alatti fiatal felnőttek. Ó! Kapd el, kapd el, kapd el! Lássam a kezét, lássam a kezét! Ne... Bradfordtól délre a járőrök egy gyaníthatóan ittas autós után nyomoznak. Épp most vettük át a vezetést. 102, itt a földi parancsnok. Típek engedélyt kér, nincs letérés. Jobban tekereg, mint Muhammad Ali, ahogy egy balos csellel megpróbálja megdobni őket. De a járőröket nem lehet becsapni.
Az elszabadult fókusz egy piros lámpához közeledik, és a vezető rendőrautó megragadja a lehetőséget, hogy elé kerüljön. De csak simán leszorítják. És jobbra, 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 a Bentley Roadra. A Bentley Roadra, nincs forgalom. Lehet, hogy az utcák csendesek, de ő vakmerő. A kereszteződésnél a pirosan áthalad, nincs kitérés. 60 km/h halad. A kis sebesség ellenére a vezetése nagy kockázatot jelent, mivel ismét az út rossz oldalán cikázik. Közeledünk a piros közlekedési lámpához. És újabb piros lámpa. Készülj, készülj! És egyenesen átmegy. Szerencsére nagyon kevesen járnak errefelé. Bár ez a macska már a 8. életét élte. A szökevény egy újabb húzást követel az ittas vezetők kézikönyvéből. Behajt egy egyirányú utcába. És ez egy egyenes átjáró, nincs bejárat. De nem tudja lerázni őket. Visszatért az út rossz oldalára. Felhajt néhány macskakőre. A fekvő rendőrökön át. De hiába próbál menekülni, 7 perces üldözés után kötélnek áll. Feladta, feladta! Bár szépen kézifékes kivitelben. Ha már itt tartunk, lássuk csak azokat a kezeket, fiam. Állj, 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 állj! Nincs kár! Vegyük őrizetbe! Elvitték, és 83-at fújt az út szélén, kétszeresen túllépve a megengedett határértéket. A sofőrt súlyosbított jármű elvételért, alkoholos befolyásoltság alatt és biztosítás nélküli vezetésért ítélték el. 8 hónap börtönbüntetést kapott, és 3 év és 4 hónapra eltiltották a jármű vezetéstől. Wakefieldben Duncan Matthews egy újabb ittas vezetőről szóló bejelentéshez siet, ezúttal egy autós büféhez. Duncan a közelben marad, miközben a személyzeti gyors kaját lassan elmajszolja, amíg a csapat meg nem érkezik. Próbálja feltartóztatni. Azt mondták, hogy az első ablaknál van és a kajára vár. Megpróbálják ott tartani, ameddig csak lehet. X-ray Delta 6-1. Bejöttem, most ott parkolok. Szemmel tartom, most az utolsó ablakban várakozik. A személyzet megpróbálta feltartóztatni, az ablaknál tartani. Azt hiszik, hogy ivott, ezért most megpróbálunk néhány egységet a területre küldeni, megvárni, amíg elvonul, és amint ez megtörténik, megpróbáljuk megállítani. Ez a bungee jumpingoló vadvízi evezős szereti a körit, de a gyanúsított úgy tűnik inkább a hamburgert részesíti előnyben. És a vacsora tálalva. Elindul. Én csak leparkoltam a Costa mellett, és csak néztem, ahogy elindul. Most megy a körforgalom felé. Az elsőt választotta, a 650-es felé tart. Duncan megvárja az erősítést, mielőtt félreállítaná a nőt. A körforgalomhoz közeledve azt a jelzést kaptuk, hogy az elsőnél tér le. Ez az A61-es, amely Leeds felé tart. 50 km/h sebességgel megy. A helyi egység megérkezett. Mögötted vagyok. És itt az ideje, hogy tönkretegyük a sofőrök nyugodt kajálását. Egy megjelölt egység elől elzárja a menekülési útvonalát, miközben Duncan becsapja a hátsó ajtót. Állj, 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 Leeds Road. Ezekre a vacsora vendégekre nem számított a sofőr. Egy másik rendőr megszorongatja a vezetőt, aki gyorsan beismerő vallomást tesz. Mennyit ivott? Már korábban iszogatott? Wow, bent van. Amíg a sofőr felkészül az alkoholtesztre, Duncan az utassal foglalkozik. Aki nem tett semmi rosszat, csak szeretne hazajutni. Csak maradjon a kocsiban, ez az önbiztonsága érdekében történik. Jelenleg is egy főúton van. Csak maradjon egy kicsit ott, ahol van, amíg nem tudunk mindent megállapítani, hogy mi történik. Egy főúton van, sokat ivott, oké?
Csak arra kérem, hogy a biztonsága érdekében maradjon ott. A férfi kezd ideges lenni, és Duncan aggódik az épségéért. Miután átvizsgáltuk, és ha minden rendben van, akkor mehetnek tovább. Ki akarok szállni a kocsiból, igen? Csak 2 másodperc, csak amíg megnézzük magát. Szóval kiszállhatok? Elnézést. Csak 2 másodperc, 2 másodperc. Ne, állj, ne kényszerítsen vissza! Mielőtt a helyzet eszkalálódna, beérkeznek az adatai. 120, köszönöm szépen. Az infók beérkeztek, örülök, hogy az, akinek mondja magát. Ugye, akkor nem fogok. Köszönjük szépen. Az emberek adatainak ellenőrzése normális eljárás, de a férfi nem igazán örül a késésnek. Mi csak ellenőrizzük, hogy az-e, akinek mondja magát. Nem, én vagyok, és ezt meg ezt is nem mondtam. Nem tudtuk, nem mindenki mondja el nekünk az igazat, érdekes módon. Ezt kell megállapítanunk, oké? Látja? Ez kész vicc, haver. Rendben. Örülök, hogy az, akinek mondja magát, szóval nagyon köszönöm, hogy időt szakított rám. A férfi fogja a dobozát és elindul, mert a sofőr 97-et fújt. Ez majdnem a 3-szorosa a megengedett határértéknek, ami azt jelenti, hogy megy az őrsre, hogy fújjon a bizonyító erejű alkoholszondába. De az utas nem megy nyugodtan az éjszakába. Szereti az ilyesmit, ugye? Ezt csinálni! Maga egy disznó, haver! Micsoda seggfej! A lényeg, hogy az ittas sofőr lekerült az útról. De Duncan számára ez egy trükkös találkozás volt. Az a tény, hogy más emberekkel foglalkoznunk, akik megpróbálnak beavatkozni, ahelyett, hogy csak a gyanúsítottal foglalkoznánk, csak egyre kínosabbá teszi számunkra a helyzetet. Elment a cellába, ott lesz egész éjjel. Addig nem engedjük el, amíg nem fújja a megengedett határértéket, mert nem kockáztathatjuk meg, hogy újra vezessen. A lányt 20 hónapra eltiltották a vezetéstől, és 249 font pénzbírsággal sújtották. Az utassal szemben nem hoztak további intézkedést. A járőrök gyakran párban dolgoznak, és ha megtalálják a megfelelő partnert, akkor ez egy szuper kapcsolat. Mióta vagyunk együtt? Nos, együtt voltunk a kerületben. Tehát nagyjából 4 éve együtt dolgozunk. Igen. Volt egy hónap különbség. Elég király. Kemény munka. Tudom. Majdnem tönkretett minket. Nem igaz? Chris Age szereti a kebabot, meg a kollégáival való bajtársiasságot, és nagyon boldog, hogy ma este a névrokonai mellett ülhet. De azért jó, nem? Nagyon szép. Jól dolgoztunk együtt a körzetben, jókat nevettünk, és nagyszerű eredményeket értünk el. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a közúti rendőrségen is ugyanaz a csapat dolgozik. Chris B. előszeretettel fogyaszt egy garnélarákos, ropogós chipset és egy mentás csokit. De soha nem fogjuk látni, hogy az üres csomagolásokat az utcára dobná. Nem úgy, mint a Ford Focus elölülő utasa. Ahogy a közlekedési lámpák felé tartottunk, ez az autó épp elhaladt mellettünk és lefordult. Az utasok pedig azt hiszem a KFC-ből származó gyümölcslevet dobáltak el. A szemetelés olyan szabálysértés, amelyért 150 font bírság jár. Azt hittem, hogy akkor megy. Ideje megtisztítani az utcákat. Üdv! Ez az ön autója? Üdvözlöm. Igen, az. Miért rángatott ki engem? Mert először is, ha akarjuk, bármilyen dokumentumot ellenőrizhetünk bármelyik autóban, amit csak akarunk. De a barátja kidobott valami szemetet. Igen, igen. Ő. Kicsoda? Így hívta fel ránk a figyelmet, azért. Ha valaki szemetet dobál ki az autójából, az szinte kéri, hogy megállítsák. És ha egyszer megállították, az elfogó rendőrnek kötelessége ellenőrizni, hogy minden rendben van-e. Van jogosítvány? Még nincs jogosítványom, haver. Nemrég tettem le a vizsgát. Mostanában? Nemrég úgy, 2-3 hete. Ugorjon be hátra a kocsinkba, és ott majd ellenőrzünk néhány dolgot. Jöjjön! Amíg Chris Age a sértett sofőrrel foglalkozik... Lopakodnak utána. Kicsoda? Maguk rendőrök lopakodnak utána. Egy hete... igazából ma hoztak ki. Foglaljon helyet! Chris B. megmondja a frankót a szemétládának. Csak ne dobja ki a szemetét az utcára, rendben? Láttuk, azt hiszem egy KFC-s pohár volt, hogy valami ilyesmi, csak betettük a szemetesbe. Aztán megnézi a kocsit. Hát ez nem jó. A hátsó kerék lapos, ami 3 pontot jelenthet a sofőr vadonatúj jogosítványán.
De jobban aggódik amiatt az igazságtalanság miatt, hogy egy kis szemetelésért megrángatják. Ez a fickó kidobott valamit, én nem is láttam. De mi igen, ezért állítottuk meg önt. Akkor miért állított meg? Megállíthatunk bármilyen... Tudja, gondolok, nem értem. Mert maga... Mit csináljak? Fussak a kocsi mellé és beszélgessek vele? Ne legyen hülye. Beszéljen vele akkor! Már megtettük, megmondtuk. Hadd beszéljek vele akkor én. Miközben idegesíti, hogy megállították, ne feledj, hogy épp most ment át a vizsgán, igaz? Tesó, azért próbálnak rám szállni, mert úgy tűnik, csináltál valamit. Mire valók a barátok? Milyen? Nem hallgatjuk. Most figyelünk, vagy mi? Zaklatni próbál. Ha nem figyelsz, megbüntetnek. Szegény zaklató sofőr nem nyűgözi le Kriszéket. Igen, nézze, biztos úr, igen, nyilvánvalóan nem tudom, mit csináltam rosszul. Nyilvánvalóan én most próbáltam elmagyarázni, de maga inkább a haverjával beszél odakint. Nyilván, én csak azt mondom... Mi szórakozik a kamera el? Mindegy, úgyis beszélni fog vele, úgyhogy én is beszélhetek vele. Már beszéltem vele. Mit gondolsz, Krisz? Csak nyugodtan, Krisz, csak ésszel. Én is így gondolom. Ó, tényleg? Biztos úr, figyeljen. A jármű nincs megadóztatva. A jármű nincs megadóztatva. Nincs. Nem, de igen, most néztük meg, július óta nem adózott. Biztos benne? Nem, ez nem lehet igaz. De igen, és kapaszkodjon meg Morci úrra. Tehát, mert ez 2 hónap és 1 nap az adóból. A központ azt akarja, hogy lefoglaljuk az autókat, és kivonjuk őket a forgalomból. Komolyan beszélsz? 100%-ig komolyan mondom. Nem, nem lehet. Nos, megtehetjük, és meg is tesszük. Mi van, ha az én... Figyeljen, az autó után adózni kellett volna, ugye? Azt hittem, hogy rendben van. Igen, de még csak nem is ellenőrizte, mert nem tudja, hiszen új sofőr, ezt mondta nekem. Becslések szerint az Egyesült Királyság útjain közlekedő engedélyezett járművek mintegy 2%-a után nem adóznak. Ez több mint 700 000 autót jelent. A központ azt akarja, hogy fizessen előleget az autó adójára, és holnap reggel visszaviheti. Miközben a srác autóját lefoglalják, elengedik neki a lapos gumikért járó pontokat, de ő még mindig úgy érzi, hogy rosszul járt. Nem tudom, csak próbál rám szállni, igen. Figyeljen, mert most rossz úton járunk. Ha el akarnám kapni magát, 3 pontot kapna a gumiabroncsért. Szóval szerintem az, hogy csak az adózási szabálysértését kapja, eléggé elnéző, nem gondolja? Erre elhallgatott, és ezzel a mai estére lezárták az ügyet. Na, kiszállhat, végeztünk. Nem fogok többé ilyet csinálni. Vannak, akik másképp bánnak az emberekkel. Én hajlamos vagyok arra, hogy először is megnézzem, hogyan fognak velem beszélni az emberek. Új sofőrként ott kellett volna ülnie a fejét fogva, és azon gondolkodnia, hogy hülyeséget csinál, de ő nem ilyen volt, ugye? Csak játszotta az eszét a haverjai előtt, hogy minek állítottuk meg. De aztán végül is csak haza kellett sétálnia. Az autót elkobozták. Szép volt, később találkozunk. És a Krisz csapat még egy utolsó szolgálatot teljesít az úton. Ott van egy kuka. Mennyire volt nehéz? A szemetelővel szemben nem történt további intézkedés, de a sofőr ellen feljelentést tettek adózás elmulasztása miatt, és a járművét lefoglalták. Az autó összetört. Total kár. Mentőt kérek. A mai autók biztonságosabbak, mint valaha. Ez a légzsák itt a tetőn nyílt ki. Valószínűleg ez mentette meg az életét. De csak akkor, ha az olyan dolgok, mint a légzsákok, a kézifék... Épp most emeltem fel még egy reteszt. A felfüggesztés... Elnézést. Jó állapotban vannak. Claire és Nick egy olyan ferdehátú után kutat, ami minden, csak nem... Úgy értem, le van írva, és nem is javították meg különösebben jól. A Golf R-t, ami képes akár 250 km per órával is haladni, 3 hete vizsgálták át, és halálos csapdának minősítették. A járműben nem volt légzsák, több száz hiba volt rajta, és a kocsiról azt hitték, hogy lopott, de nem tudtuk bizonyítani. Így lényegében vissza kellett adnunk. A központ azonban megtiltotta, hogy PG9-os jelzéssel adják ki. A PG9 megtiltja, hogy egy autó addig közlekedjen az utakon, amíg nem megy át egy új műszaki vizsgán. És rengeteg munkát kellett elvégezni rajta. De csodával határos módon 24 órával azután, hogy a tulajdonos visszakapta a halálos csapdáját, a járműüzemeltetési ügynökség jelentése szerint az autó jelesre vizsgázott a műszakin. Rengeteg munkára volt szükség ezen az autón ahhoz, hogy átmenjen a műszaki vizsgán. Így az, hogy ennyi idő alatt megtörtént, hogy beszerezzék az alkatrészeket, hogy elvégezzék a munkát és átmenjen a műszaki vizsgán, ez nem lehet igaz.
Nick azt gyanítja, hogy az egyik szervíz kenőpénzért kiadta a műszaki vizsgát anélkül, hogy látta volna a járművet. Átadhatják nekünk, és... Igen, igen. És amíg Claire a sofőrrel foglalkozik... Ugorjon be! Rendben van. És akkor le tudok húzódni ide, és nem állom el az utat. Nick megvizsgálja a frissen vizsgázott golfot, hogy valóban menetképes-e. Figyelj! Ez, ahogy mi is, tudod, ezek a biztonsági övek és a légzsákok nem működtek, úgyhogy kicserélték a gumikat. Szóval nem ment át a műszaki vizsgán, ahogy kellett volna. Ez egy roncs, de a sofőrt nem kapták el. Nem az adott szemét érintő bűncselekményeket vizsgáljuk. Arról van szó, hogy ezt az autót kivonjuk a forgalomból. Ez az autó csak a következő balesetére vár. Szóval jó, hogy ma este megint lekapcsoltunk egy ilyet az utakról. Nick nagyon óvatosan a rendőrségi garázsba hajtja az autót. Nick alapvetően szerelő. Szóval jó lesz, ha ő is vezetheti, hogy lássa, milyen érzés. Mert amikor Bobo a múlt héten vezette, azt mondta, olyan érzés volt, mintha az autó eleje nem lenne a kocsihoz rögzítve. Aki nem mechanikusan gondolkodik, annak ez nem jó. Biztosítási leírás volt. Nyilván megvették, és különböző autókból, mint egy kirakós játékból rakták össze. Hogyan működik? Alig várom, hogy kijussak. Odabent rendőrségi szerelőkkel dolgoznak. Ez egy műszaki hiba. Igen, igen, az is. Tegnap volt egy. Igen, ez egy műszaki hiba. Túlzottan szivárog. Ez nem... Ezt nézd meg. Ez kézcsőd. Igen, nincs benne légzsák. Ez kézcsőd. Tudom. Gondolom, ez egy másik eleme a munkánknak. Nem csak arról van szó, hogy bűnözőket kapunk el, hanem arról, hogy biztonságosabbá tegyük az utakat. És az biztos, hogy az utak biztonságosabbak lesznek, ha ma este ez nem lesz ott. Az biztos. Claire előveszi a hibalistát a legutóbbi ellenőrzésről. Túlságosan kopott fékbetét, kettes tengelyen kívül. Ez szó szerint fém a fém. Igen. Gondolom, ezt még nem javították ki. Mindkét hátsó fékbetét szó szerint fém a fémen. Hátul nincsenek fékbetétek, így nem lehet megállni. A légzsák nyilvánvalóan hiányzik. A biztonsági öv visszahúzó mechanizmusa nem oldódik ki. Tudjuk, hogy ez még mindig nincs rendben. Hiányzik egy kerékcsapágy, az egyik az összes közül, a kettes tengelyen, a közeli oldalon. Ez az egyik legrosszabb autó, amit valaha is láttak átmenni a műszaki vizsgán. Eltűnt. Ha nem lenne ilyen veszélyes, nevetnék. Szóval ez már megtörtént? Három keréknél hiányoznak a kerékanyák. Hiányoznak a keréktárcsák, amelyek a kereket az autóhoz rögzítik. Miért is akarnál úgy közlekedni, hogy a kerekeidet nem rögzítették megfelelően az autódhoz? Tehát a műszaki vizsgát tegnap végezték el. Ez az autó nem volt szervizben. Csak egy hívás volt. Tessék, haver, itt van 100 font. Nem kellene az úton lennie. Nem való oda. Én vezettem. Tudom, hogy nem biztonságos. Az elcsigázott golf tulajdonosa a bíróságon várja az ítéletet. A kétes cég ellen nyomozás indult. A műszaki vizsgát végző szerelőt pedig elbocsátották.